Hey PJ Squad, János here. And this is the Ford Focus 2004 hatchback benzine 1.6. Let's go. Ajjajjaj. Alright, úristen, ezek a fényszórók. Ez a hűtőrács. Csú. Oh. És nyári gumik. Nagyon jó. Kis karcolás. Ez az, nem baj. Jól van, nézzük a csomagteret. Tágas csomagtér. Legnagyobb, amit eddig valaha láttam. Ha akarnék, még én is beférnék ide. Na de nézzük tovább. Nézzétek ezt a formát, ahogy a nap megcsillan rajta. Tágas hátsó üléstér. Azt nézzétek. Hú! És akkor még csak most érkezünk el az első ülésekhez. Óra, működő rádió, szivargyújtó, amiben nem szivargyújtok, hanem Pofi Anika rádió 88.4, a legnagyobb zenék. Hú, mi van még itt? Kormánykerék. Tuda, ami működik, kilométer óra. Visszapillantó. Kézifék, 5 sebesség. Hát ez nem igaz. Mutassatok ennél jobb autót. Mutassatok. Most kinyitok minden ajtót, mint az NFSU 2-ben, amikor a címlapra fotóztam az autómat. Egyszerűen nem lehet betelni ezekkel a fényekkel, ezekkel a formákkal, amire még nem tértem ki, de nagyon fontos. Nézzétek meg, tágas kesztyűtartó, nagy szivacs, nem tudom, hogy kerül ide. Néha egy-két szelet kenyér is befér. Rég lejárt módos pontgyűjtő. Így kell ezt vezetni. Vigyük is el egy ride-ra. Ráültem a GoPro-ra, semmi gond. Az igazi teszt, az indítás. Pöcre indul. Let's go! Bekötjük magunkat természetesen, mielőtt bárhova mennénk. Amelynek célja, hogy a 60-as villamosként is ismert fogaskerekűt megelőzve érjenek célba a versenyzők. Hoppá, pont a fogaskerekűről van szó, a Petőfiben ki is kapcsolom a rádiókészüléket, és szépen elindulunk. Hoppá, filter lebukfencezik, és megy az autó. Meg is fordulok, mentünk egy 150 métert. Az index hangja egyszerűen elképesztően finom, lágy, de mégis határozott. Nem lehet eltéveszteni. Hoppá, nézzük. A nénike. Úristen, mekkora influencer. Fényképet készít a naplementéről, ami tényleg iszonyat szép. Ja igen, elektromos ablak. Le tudom húzni az utas oldalit is, de jó lenne, ha nem itt keresztbe állnék az úton. Nézzétek ezt a naplementét. Na jó, most kívülről is megmutatok egy max elindulást. Mert az, na hát az valami. Nézzétek ezt a csodát. Visszapillantó naplemente. A Dabasi naplementénél nincs szebb. Itt vagyunk Dabasi szőlőknél. Dabas 36,4 km a trip, illetve 202 000
kilométer van benne, kitesszük a vészvillogót. Ne, igen. Így 1 litert fogyaszt, 7,3-as, nem nyomom neki. Még 402 kilométer van elvileg a tankban, annak nem szabad hinni. Na nézzük kívülről, hogy néz ki egy ilyen elindulás. Illetve megmutatom így a lámpákat is, milyen csodálatos fényt adnak. Ezt a duruzsolást hallgassátok. Na nézzük azt az elindulást, bro. Wish me luck! Elképesztő dinamika jellemzi ezt az autót. A benzin csak úgy fröcsög a motorba, és nincs is mit hozzátenni. Egyszerűen ez a tökéletes autó. Az antenna technológia, amit a Ford mérnökei beletettek a 2000-es évek elején, egyszerűen a 2020-as években is helytáll. Még egyetlen rádióadót sem fogta mellé. A kulcson megcsillan a napfény. Úristen, milyen szép felvételek. Remélem lemegy a Nat Geo-ban is. Hátsó ablaktörlő. Szerintem ez egy olyan autó, ami sokaknak a szívéhez nőtt, és még mindig a sokak szívében benne él. Lehet, hogy sok embernek ez volt az első autója. Nekem is ez az első autóm. Elképesztő élmény vezetni, kanyarodni, száguldani. Ja igen, a legfontosabb feature-t majdnem elfelejtettem. Van egy turbo gomb. Ezt nagyon kevesen tudják ennél a modellnél, de van egy turbo gomb ebben az autóban. És most figyeljetek! A turbo gomb nem más, mint ez a gomb. Az A per C. Ha ennél a gombnál világít ez a kis világító, akkor a turbo ki van kapcsolva. Alig lehet előzni, az autó nem gyorsul. Lefulladsz az indulásnál. Viszont, ha az AC-nál nem ég a kis lámpa, egyszerűen ez az egyik legjobban vezethető autó, amivel valaha találkozni fogsz. És most élvezzük együtt a naplementét. Még egy kicsit hadd flexeljek. Fényszóró, ködlámpa. Ne, nem minden autóban kapod meg ezt a full package-et. Nézzük azt a naplementét. Normal voltage. Waiting for connection. Bluetooth connection success. 88.4. Pofi Anika Rádió.